egy politikai elemző mondta egy tévéműsorban, hogy ön világi Oscaron keresztül az Orbán-féle Fidesz politizálása közel kell, hogy álljon önhöz. Ez így van? Meg tudjuk változtatni azt, ami a múlt. Például ilyen Kocsner nevezetű ember, aki örült, vagy mindent megtett azért, hogy azt miért maradjon hatalmon, mert ilyen típusú embereknek megfelelt ez a politika. Szóval ez a dekriminalizáció, hogy ne legyen, ez a legnagyobb bűn, ami létezik, ha valaki marihuánát szível, ez a legfontosabb. A rendőri irányít, vagy a főnökök gondolkodás módját megváltoztatni. Mennyire illik ön közéjük, a PS fiataljai közé, október elején betölti a 60. évét? 59-et. Látjuk, hogy visszaél hatalmával, visszaél a közös vagyonnal valaki, csak olyan utakat talál, hogy nem lehet mondani, hogy ez bűncselekmény. Akkor ezeket rögtön muszáj megváltoztatni, hogy ez bűncselekmény legyen. A szavazók döntsék el, hogy vagy nyugatra akarunk tartozni, vagy keletre. Üdvözlöm a Paraméter olvasóit, hallgatóit és nézőit hírportálunk új stúdiójából, én Juhász László vagyok. A parlamenti választásokig hátralévő néhány napban pártok képviselőjelöltjeivel beszélgetünk, politikai elképzeléseikről, programjukról, de akár meggyőződésükről vagy értékrendjükről is. Első vendégünk már is kilóg a sorból, hiszen Jaroszláv Spisiaknak szlovák az anyanyelve, mégis vállalta, hogy magyarul válaszol kérdéseinkre. Üdvözlöm. Köszönöm szépen. Ön jelenleg a Progresszívne Szlovensko képviselőjelöltje. Korábban volt már Dunaszerdahelyi járási rendőrkapitány, országos rendőrfőkapitány, a Slovnaft biztonsági főnöke és miniszteri tanácsadó is. Tudom, hogy valószínűleg kihagytam egy-két dolgot. Igen. Mennyire érzi magát politikusnak most, hogy képviselőjelöltté vált? Próbálok beleilleszkedni ebbe a pozícióba, csak ez egy kicsit... Ez egy picivel másabb világ, mint a rendőrség vagy a biztonság felügyelete. Itt többet érdemes, vagy elnézést, de magyarul egy kicsit beakadozok, mert ahogy mondta a szlovák, a nemzetiségem. Úgyhogy politikusnak, politikus a szavaival harcol. Én, amikor harcoltam alvilág vagy bűnözés ellen, akkor tettekkel, vagy koncepciókkal, szóval valami tevékenységgel, most meg szavakkal. Úgyhogy ez a nagy különbség pont a részemről, hogy a szavak, nem vagyok a szava embere, nem tudok sokat beszélni fölöslegesen, úgyhogy lehet, hogy ezt majd, ha megszokom, vagy belejövök, akkor majd jobban fog menni ez a politikai szakma. Robert Fico szerint önt világi Oscar, a Slovnaft vezérigazgatója nyomta be a PS-be, a Progresszívne Szlovenskóba. Mit szólt ehhez a véleményhez, hogyan reagált rá, és mi ebből az igazság? Hát a Ficónak ez a mondata motivált még inkább, hogy próbáljak politikailag is valamit tenni a szlovákiai jólétért, mert a Ficónak talán az a rögeszméje, hogy csak valakinek a nyomása alatt lehet valahova bejutni, valakinek muszáj valahova valamit elintézni, és ez én részemről ez nem így működik, és örülök annak, hogy a Progresszívne Szlovenskóban se így működik, hogy ismerettség, nyomások és intézkedések hátterén valamit alakítani. Mit szólt hozzá egyébként világi Oszkár, amikor ön megmondta neki, hogy ott hagyja a Slovnaftot és belép a PS-be? Meg volt lepődve, hogy rá akarok szállni erre a politikai pályára, de mondtam neki, mint rendőrként valamit elkezdtem, csak nem tudtam befejezni, mert összes kormány, amelyik alatt ezt próbáltam megcsinálni, idő előtt befejezte a pályafutását, vagy a egzisztenciájukat, úgyhogy úgy éreztem, hogy most még a karrierem vége felé megpróbálom ezt befejezni, mint politikusként, szóval nem a reformokat, hanem bebiztosítani a hátteret politikailag a rendőrség, még a belbiztonság részére úgy, hogy simán, akik ezt fogják majd tevékenykedni, meg legyen hozzá összes jogi, anyagi
és logisztikai háttérre. A terveiről egy picit később még beszélgessünk, de ön nem tartja magát világi emberének? Lojális vele szemben? Én nem tartom magamat senkinek emberévé. Én mindenhol, ahol tevékenykedtem, megpróbáltam megállni a saját tevékenységemmel azt, hogy elvégeztem a munkámat úgy, hogy mindenki meg legyen elégedve azzal, amit csinálok, és nem visszaélni azzal, hogy csak van, akinek valamilyen köszönettel tartozok azért, mert valamit valahova elintézett. Ez nem így működik a részemről. Egyébként Orbán Viktor politikája mennyire áll közel önhöz? Egy politikai elemző mondta egy tévéműsorban, hogy ön elengedhetetlenül, legalábbis közvetve világi Oscaron keresztül az Orbán féle Fidesz politizálása közel kell, hogy álljon önhöz. Ez így van? Vannak szlovákiai politikusok, akik ezt próbálják rámkenni vagy firtatni, hogy én magyar. Sőt, azt is hallottam tévében egy politikustól, hogy konkrétan Orbán füzet engem. Mm. És ez nem igaz? Hát nem, mert ennek nincs abszolút semmi logikája. Mert például a Fico politikus azt mondja, hogy ezek a legutolsó rendőri akciók, meg letartóztatások, már hogy a kampány része, és hogy a Progresszívne Szlovensko áll mögötte, sőt, hogy én vagyok a fő architektusa ennek az egésznek, és hogy ez ilyen liberális világpucs, a konzervatív, meg ilyen hagyományos életvétel szembe, amit ugye Orbán képvisel, úgyhogy engem ha fizetne Orbán, akkor ez nem egyezik azzal, hogy itt most liberális valami tevékenységet szervezek. Keresztül. Ön tényleg liberális puccsot szervez egyébként? Vagy szívesen szervezne? Én nem szervezek semmit, csak a Smer, Ficon keresztül ezt próbálják beállítani a szavazóinak, mondjuk rá, hogy ez az egész, ezek a letartóztatások most a kampány alatt, a rendőri szempontból, a titkosszolgálat igazgatója, meg nemzetbiztonsági hivatal igazgatója ellen, hogy ez ilyen politikai harc, és hogy a Progresszívne Szlovensko áll mögötte, és konkrétan, hogy én. Úgyhogy ez nem egyezik azzal, hogy mit akar a Orbán, vagy mit akar a Fico. Miért éppen a PS? Miért választotta a Progresszívne Szlovenskot? Vagy a Progresszívne Szlovenskot? Valójában nem én választottam. Én nem választottam őket, hanem ők engem. Más pártból nem is érkezett megkeresés az ön irányába? Nem. Gondolkodtam arról, hogy tudnám befejezni a karrierem zöme részét, de nem szólított meg senki. Nekem meg olyan elképzelésem, hogy én nem szólítgatok senkit, nem próbálok senki után járni, intézkedni, befolyást szerezni, hanem csak vártam, hát ha valaki megszólít, és megszólított a Progresszívne Szlovensko. A 15. helyet kapta a Progresszívne Szlovensko képviselőjelölti listáján. Elégedett ezzel a helyen? Persze, hogy. Nem számított jobbra vagy rosszabbra? Nem. Nekem lényegtelen volt, hogy hanyadik vagyok. Hát azért fontos gondolom, hogy befutó helyen legyen. Az se volt fontos a részemről, hogy befutó legyek. De az, hogy a parlamentbe bekerüljön, vagy bekerülhessen? Az a párt kerüljön be, mint Progresszívne Szlovensko. Nem mondjuk rá én személyesen. Nekem beszélgetéseket folytattam a párt, hogy is mondjuk ezt, elnézést, vezetőségével. Rá akartam jönni arra, hogy tényleg komolyan gondolják a elképzeléseiket, vagy tényleg milyen komolyan veszik ezt az egész politizálást. És rájöttem, hogy tényleg érdemes támogatni őket. Ez volt a részemről a legfontosabb, hogy támogatni, esetleg a tudásommal, gyakorlatommal, vagy akármivel, hogy olyan pozícióba kerülhessenek a választások után, hogy ők legyenek azok, akik a saját programjukat értékesíteni fogják tudni majd kormányba. Kormányozás, koalícióba úgy. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a fiataloké a jövő, és nekik meg kell adni a lehetőséget, hogy úgy irányítsák a társadalmat, ahogyan azt elképzelik. Írja ön a PS honlapján egy ilyen kis bemutatkozó szövegben, ahol megindokolja azt, hogy miért is lett ön a
PS képviselőjelöltje, szóval a fiatalok, mennyire illik ön közéjük, a PS fiataljai közé, október elején betölti a 60. évét? 59-et. Akkor egy évvel fiatalítottam. Elnézést, 59 éves lesz. Akkor az visszavonom a kérdésemet tulajdonképpen. Na mindegy, akkor is. A korommal nem illek a fiatalok közé, ez tény. Csak a életemben pozíciókba kerültem, mint fiatal. Én voltam legfiatalabb járási rendőrfőnök, legfiatalabb országos főkapitány, első helyettes, a bűnügyi főigazgató. És a pályafutásom során, mint fiatal, éreztem, hogy mintha lenéznek a idősebbek, nem értik, hogy mit akarok, miért másképp, miért akarok valamit állandóan reformálni, módosítani. És úgy érzem, hogy a progresszívne Slovensko fiataljai ugyanígy éreznek. És én, mind idősebb, próbálom, vagyis próbálok segíteni abba, hogy korombeli szavazók, vagy választók, nem tudom magyarul, hogy helyes szavazók, ne vegyék ezt a progresszívne Slovenskot, mint egy happening fiatalos szövetsége, és hogy ez korrekt csapat, politikai párt, aki tényleg előre akarja mozdítani a Szlovákiát fejlődésbe, még mindenbe. Befutó helyen van, a 15. helyen a képviselőjelölti listán, hiszen ugye az előzetes számítások szerint, persze attól függően, hogy hányan szavaznak önökre, 20-valahány képviselője is lehet a PS-nek. Felkészült az ellenzéki szerepre is, tehát arra, hogy parlamenti képviselő lesz, egy ellenzéki parlamenti képviselő lesz, és a parlamentben kell vitáznia majd a többi képviselővel? Hát igen, vita, vitázás, parlamenti képviselet, opozíció, koalíció, ezen nem gondolkodok. A progresszívne Szlovenszkóban se nagyon vitatják azt, hogy mi lesz, amikor opozíció mi lesz, hanem minél erősebb mandátumot szerezzünk a választásokba, és pedig olyat, hogy meg tudjuk változtatni azt, ami a múlt, ami korrupcióval, visszaélésekkel, családi, baráti körök összefogásával és az ország kizsákmányolásával van kapcsolatban, amit most mutatnak bizonyos rendőrségi letartóztatások, még vádolások, sőt, bírósági ítéletek is, hogy ez volt a múlt. Mi megpróbáljuk azt úgy, hogy a jövőbe ezt megváltoztatni. Ezt a botrányos, korrupcióval kapcsolatos, vagy káosszal való összefüggésben lévő politikát megváltoztatni. Ez a tény, ez a cél. Ezt nagyon sokan mondják egyébként. Ennyi gőzzel akár az SZSZ-be is, vagy a Demokratiban, vagy valami más pártban is. Csak az a különbség, azért is mentem bele a progresszívne Slovensko, vagyis elfogadtam a meghívásukat, mert ők még nyugodtan mondhatják azt, hogy mink ezt meg tudjuk oldani, vannak terveink, akaratunk, szakértőink, összes többi pártnak már megvolt a lehetősége, és valójában csődöt mondtak majdnem összes szinten. A PS-nek az lehetett a szerencséje, hogy a 2020-as választásban épp hogy csak elbukott a parlamenti küszöbben? Épp hogy csak nem jutott be a parlamentbe? Illetve lehet, a kormányba? A párt azóta érett, úgyhogy elemezték, átépítették, és most újra próbálkoznak egy picit hozzáértőbb, komolyabb szinten. Roman Mikulec belügyminiszter mellett dolgozott tanácsadóként. Ő mit szólt ahhoz, hogy a PS sorait fogja erősíteni? Ő tudta, hogy biztos nem a Olana. Mert hogy? Mert hogy egy picit én kritizáltam Olanot, mint tanácsadója valójában. Politikailag abszolút nem egyeztünk meg az egész tevékeny, vagy egész ott létembe, csak abba, hogy a rendőrségi reform átalakítása, szóval ez volt a alap tevékenységem ott, és ezt nem tudtuk
nem tudtuk befejezni, sőt, csak részletekbe, mert állandóan probléma volt a politikával. Vagy összedőlt a egyik kormány, megszületett félig meddig ugyanaz, de új, utána megszűnt egy évvel korábban az egész, úgyhogy ilyen pozícióban nehéz szervezni rendőrségi reformokat, átalakításokat, mert erre nyugalomra van szükség, koncepció tervezésére, mert emberekkel dolgozunk, ez nem olyan egyszerű, amikor állandóan csak előrehozott választások vannak, sok rendőr, sok beosztott csak gondolkodik, hogy meddig lesz ez így, megváltozik-e valami, így nehéz átvinni egy konstruktív reformokat, átalakítani a rendőrséget úgy, hogy 21. századi legyen, nem múlt, ami most lehet, hogy nem lehet, hogy biztos nem felel meg a biztonsági helyzetnek. Ha már a biztonsági helyzetet említette, az ön tanácsait megfogadta a belügyminiszter, illetve adott neki tanácsokat a menekült helyzet kialakulásával kapcsolatban is? Nem volt a beosztásom, ez a rendőrkapitánynak volt a rezortja. Tehát ezzel a kérdéssel önök nem is foglalkoztak a menekült helyzettel? Dehogy nem foglalkozott ezzel mindenki. Egy évvel ezelőtt, mikor a Csehország lezárta határokat, osztrák lezárta határokat, akkor keletkezett a első probléma. Ez volt a alaptéma az egészben. Szóval is ilyen válsághelyzetek egyik a másik után jött. Egész idő alatt jött a Covid-válság, utána ez a menekült, ukrán háború. Állandóan nem lehetett nyugodtan koncepció alapján átszervezni és szervezni a dolgokat. Állandóan válsághelyzetbe köllött, valójában úgy mondanám, hogy válsághelyzeti irányítás alatt volt egész idő alatt az egész ország, nem csak a belügyminisztérium, aki vitte az egész terhet a hátán. Egyébként jó miniszternek tartja Mikulecet? Én elmondtam neki személyesen azt, amit gondolom, hogy nem volt megfelelő. A kommunikáció volt nem olyan, gondolom én sem vagyok valami szuper kommunikátor, úgyhogy akkor észrevettem, hogy a miniszternek tanakodtunk is, hogy hol lehet itt a probléma, ha ő miniszterség vagy minisztériumi beosztása alatt a legnagyobb rendőrségi akciók voltak lezavarva, vagyis végrehajtva, olyan magasan lévő személyek lettek vádolva, sőt el is ítélve, amelyek még soha a múltba, és valójában ez volt a programjuknak a alapelve, a korrupció ellen harcolni. Ezt teljesítette is a belügyminisztérium, és akkor is a belügyminiszter úgy volt léve, mint a legrosszabb, úgy volt, hogy is mondjam ezt magyarul, ábrázolva médiákban, hogy ő a leggyengébb miniszter egész szlovákiai, hogy is mondjam, história. Szlovákia történetében. Egész idő alatt. És hogy hol itt, miért van ez így? Ez a kommunikáció. Egyébként ön azért jó pár belügyminisztert megélt. Igen. Nem kérem meg rá, de sorrendbe tudná őket rakni? Mondjuk a legjobbtól a legrosszabbig? Ezt nem fogom soha csinálni. És az ön szerint eddigi legjobb belügyminisztert meg tudja nevezni nekünk? Nem akarok én belefolyni ilyen vitákba, mert minden belügyminiszter más pozícióban volt, más koalíció, más volt a biztonsági helyzet, más volt minden. Úgyhogy ha ugyanolyan egyforma lenne a pozíció, egyforma helyzet politikailag, biztonság, akkor lehetne valami sorrendet alakítani, de összes miniszter más helyzetben volt miniszter, és azért különböztek. És úgy esetleg csak tudnám úgy gondolatban, hogy ez a miniszter ilyen háborús válsághelyzet vagy Covid helyzetben, hogy mit cselekedett volna ez, vagy ez, vagy ez, ezt csak így elképzelni gondolom, de nem biztos, hogy ez úgy is lenne. Mikulec után azért említsük meg Ivan Simkot is, hiszen ő volt az, aki önt még 2001-ben kinevezte az országos rendőrfőkapitány első helyettesévé.
nemrég viszont távoznia kellett a kormányból. Az ő eddigi, az Ódor kormánybeli teljesítményéről tudna, vagy akarna mondani egy vagy két mondatot? Nincs mit mondanom róla. Esetleg annyit, hogy a Simko miniszter, én azt láttam hibájának most, hogy belekezdett egy ilyen politikai politizálásba Facebookokon keresztül, és ez nem illik ahhoz, hogy ő egy szakértői kormánynak a tagja volt. Nem volt helyén való szerintem, hogy politikát vigyen be a belügyminisztérium irányításába ebben a helyzetben, amikor szakértői kormány van, nem politikailag megszavazott miniszter. Egyébként a rendőrségen belül dúló háborúról mi a véleménye? Nevezhető ez háborúnak, vagy ez csak a politikusok és az újságírók szóhasználata? Vagy minden rendben van a rendőrségen belül? Attól függ, hogy mit nevezünk meg háborúnak, de ezek a történések, amik most vannak, ezek állandóan előjönnek, nem csak Szlovákiában, hanem világszerte, ahol a rendőrség olyan nyomozásokat vagy vádolásokat tud előállítani, amelyek egy ilyen bizonyos, magasabb lévő politikában is, vagy gazdasági életben lévő személyek ellen irányulnak. És ez állandóan ilyenféle harcot, mert ezek a vádoltak, magasan vagy lévő emberek ugye háttérből tudnak megmozgatni sok mindenkit, és álcázni, vagy a lakó, vagyis a választópolgároknak elmagyarázni, mert más esélyük nincs, mert jogilag elvesztik a harcot, mert a bíróság eddig mindenkit elítélt, aki oda került, hogy bírósági per. Úgyhogy érzik, hogy bíróságilag nem tudják megnyerni, mert bizonyítékok, a tények a bíróság előtt ott vannak. Úgyhogy próbálják a közvéleményt megváltoztatni, átmondani azt, hogy ez egy politikai visszaélés, politikai vádolások, opozíció elnyomása. Szóval ezek a szövegeket hallunk Amerikából, mindenhonnan, ahol magasabb lévő személyek vannak vád alá helyezve. És most is ez folyik, és ilyen befolyásos emberek úgy felhasználnak mindent, ami felhasználható, sokszor jogellenesen is, sokszor jogosan. Az ellen, hogy megállítják ezt a folyamatot. 2020 óta a korrupció elleni harcban Szlovákiában történt ön szerint előrelépés? Ön azt nyilatkozta valahol, hogy az előző két kormány nem tett semmit a korrupció visszaszorítása érdekében, ön pedig, ha kormánytag lenne, éppen az ellenkezőjét csinálná. Konkrétan mit? A sok mindent. Akkor a sok mindenből egy vagy két dolgot emeljen ki. Ezt így, ezzel most nem fogok vitatkozni. Vannak elképzeléseim, tudom, hogy mit, hogyan, mert ezeket a műveleteket rendeltem ezelőtt is. Most, mint politikus, már nem mint rendőr, most, mintha politikus vagyok, vagy leszek, politikusként rögtön próbálnám megmódosítani a lévő törvényeket, ha látnám, vagy ha rendőrség jelezné, hogy elégtelenek, hogy nem tud lépni, nincs hatáskörük, van jogi probléma, akkor ezt azonnal próbálnám, vagy összes befolyásomat alkalmaznám, hogy azonnal változtatjuk meg a törvényt, vagy új törvényeket hozzunk, hogy jogilag be tudjuk biztosítani azt, hogy a rendőrség hatásköre megfelelő legyen, a jogköre is megfelelő legyen, és meg legyen szab, mert vannak olyan események, hogy mindenki szerint bűncselekmény történt, mert olyan tevékenység, hogy bűncselekménynek vagy morál ellenes, de a rendőrség nem tudja büntető törvény szerint ezt azonosítani, hogy ez bűncselekmény, mert olyan nincs odaírva. Szóval pont ez a cselekmény. Tehát úgy nem tudja klasszifikálni. És akkor szlovákon, magyarul nem tudom mondani, hogy skutok nyéjét, reszt nincs csinom, mert nincs megírva büntető. Akkor ezt azonnal muszáj megváltoztatni, ha tényleg látjuk, hogy visszaél a hatalmával, visszaél a közös vagyonnal valaki. Csak olyan utakat talál,
hogy nem lehet mondani, hogy ez bűncselekmény. Akkor ezeket rögtön muszáj megváltoztatni, hogy ez bűncselekmény legyen. Az ön terve, a legfőbb terve talán a rendőrség reformja. Mi a legnagyobb baj a rendőrséggel ebben a pillanatban? Mi az, amit leginkább és leggyorsabban meg kellene változtatni? Ez nem egy dolog, ez sok, ez egy összetett valami. És azt, ami a legfontosabb, azt nem lehet egy lépésbe megtenni. A PS-nek a rendőrséggel kapcsolatos... Vagyis fejezetén... akkor elnézést, akkor mégiscsak politikus leszek, mert nem olyan egyszerű ez az egész. Megváltoztatni a rendőri menedzsmentet. Ez a legfontosabb. A rendőri irányító, vagy főnökök gondolkodás módját megváltoztatni. Hát ezt pedig egy törvénnyel elég nehéz lesz elérni. Nem törvénnyel, hanem vannak erre módszerek, hogy hogy. Tehát a vezetés itt gondolkodás rosszul, én módját kell meg. Igen, mert eddig én arról próbáltam a rendőröket motiválni, a műveleteket végző rendőröket, és utána a menedzsereket. De úgy látom, hogy pont fordítottja a célra törőbb. A rendőr legmagasabb vezetőség, és hogy vállalni muszáj a felelősséget. Nem, mert most történik valami probléma, járás, bármelyik járásban, akkor összes média, szóval mindenki a belügyminisztert kérdezi, hogy hogy létezik ez. Senki nem kérdezi meg a járási rendőrfőnököt például, hogy ő nem rendesen vezette a rendőreit, hogy keletkezhetett ilyen probléma a rendőrségeim, vagy ott a körzetbe. A konkrét főnök legyen felelős azért, ha a rendőrei nem képzettek, visszaélnek hatalmukkal, vagy bármit rosszul csinálnak a főnök. De hát végső soron a belügyminiszter a felelős. Na de csak 15. rang sorba. Hiba az országos rendőrfőkapitányon számon kérni, vagy a belügyminiszteren számon kérni azokat a dolgokat, amelyek nem működik? Ha már odáig folyul a dolog, hogy már belügyminisztert kérik, akkor már ő a hibás, mert addig rosszul, vagyis nem ő, a rendőrfőnök, a rendőrfőkapitány, mert ő neki a rezortja a rendőrséget menedzserni. Szóval no, az a lényeges, hogy a rendőrmenedzserek, a rendőrfőnökök érezzék a felelősséget, legyen megmondva neki konkrétan a céljuk, mit szeretnének elérni. Ez például a, hogy is mondjam ezt magyarul, dôveryhodnosť, hogy hisznek-e a lakósok a rendőrségbe. A lakosság bizalma bizonyos százalékok van mérve. Na de ha így általában van mérve Szlovákia szerte, akkor valójában a lakós úgy érzi, hogy jó van, most van egy ilyen naka, jó megy a rendőrfőnök, jól beszél, akkor hiszek a rendőrségbe. De a lényeg az, hogy a polgár, vagy a lakó, vagy választó, annak a rendőrnek higgyen, aki ott van a közelébe. Szóval járási szinten muszáj mérni ezt a, hogy is mondjuk, a bizalmat. A konkrétan ott legyen bizalom, ahol a állampolgár szeretné, hogy megfelelő módon dolgozzon a rendőrség. Egyébként ön írta a Progresszívne Szlovensko rendőrségre vonatkozó programjának a fejezetét? Ez egy csapatmunka volt. De az ön véleményét is kikérték. Igen. Hát közös véleményezés, brainstorming alapján mindenki, én elmondtam sok mindent, hogy mi lenne jó. Szóval így csapatmunka. 25 évet töltött rendőrként. Mi a véleménye a könnyű drogok legalizálásáról, ami a PS programjának egyik ismert pontja? Itt sokszor félreértés van. Van két kifejező szó. Most nem tudom magyarul, hogy van legalizáció. És a dekriminalizáció. Ez nem ugyanaz. Legalizáció az azt jelenti, hogy legális, lehet venni bárhol, bármikor, bármilyen mennyiségbe. De dekriminalizáció, ez az, amiről itt van szó, hogy ne legyen szigorúan büntetve a használata. Úgy 10 évre elítélik. Szóval ez a dekriminalizáció, hogy ne legyen ez a legnagyobb bűn, ami létezik, ha valaki marihuánát szív el valahol. Szóval
nem legalizácia, dekriminalizácia. És ezzel egyetért? Dekriminalizáciával igen. A legalizációval pedig nem. A legalizácia az egy külön folyamat, ami azt jelenti, hogy nyilvánosan lehet venni esetleg bizonyos szabályok szerint, mint alkoholt vagy sima cigarettákat, de a dekriminalizáció a alapja az egésznek. És a kemény drogok esetében is szó lehet ön szerint dekriminalizációról? Kemény drogok esetében semmi esetben, soha a múltba, most se, még a jövőbe se fogok beleegyezni abba, hogy egyszerűen erről szó legyen. Így állok hozzá a kemény drogokhoz. Mit tenne ön annak érdekében, hogy az embereknek nagyobb legyen a bizalma a rendőrséggel szemben? És itt most az egész testületről beszélek, hogy nem a sarki rendőrrel szemben, nem a belügyminiszterrel szemben, hanem az egész rendőrséggel szemben. Vagy ez a kettő kéz a kézben jár, és hát már előbb elmondtam, hogy ez kéz a kézbe. Az alapja, hogy az állampolgár, amikor érzi, hogy problémája van, megy egy sötét utcán, vagy valami gondja van biztonsággal kapcsolatosan, akkor úgy gondol egyet, hogy az első gondolata az legyen, hogy rendőrt hívjon. Nem barátot, nem alvilágot, nem ügyintéző valakit, aki valamit elintéz, ha megfizetik, hanem a rendőrt, mert tudja, hogy a rendőr ezt majd megoldja. Ha nincs hatásköre, akkor tanácsod ad, hogy oldjam meg a problémát, és segít ebbe. Ez az, amit el szeretnék érni. Mi kell ahhoz, hogy az emberek a segítő kezet, a segítő jó szándékot lássák a rendőrben? Hát elsősorban, hogy a rendőr úgy álljon hozzá a munkájához, mint egy poszlányi, nem tudom mi a küldetés, nem munka. Ez nem munka, ez egy küldetés. És úgy is muszáj hozzáállni a küldetéshez, hogy ez úgy érezni, hogy ezt csinálom, mert ezt így akarom csinálni. Ezt egyénenként el lehet érni, hogy egyes rendőrök így álljanak ehhez hozzá, de hogy az egész testület így álljon hozzá? Ha egyesek így állnak hozzá, akkor a testület is úgy lesz, ez így működik. Sőt, még ha a vezetőség is így ösztönözi őket, értékeli őket, akkor így fog kinézni. Spisak úr, mi ennek a választásnak a legnagyobb tétje? Miről szól ez a 2023-as előrehozott választás? Hát ez arról szól, ugye, hogy törekednek megnyerni a választásokat olyan pártok, akik már kormányoztak itt 12 évig, például a Smer, de szerintem a ország nem jutott előre. Állandóan csak toporgunk egy helyen, sőt visszacsúszunk a európai kimutató statisztikákban majdnem mindenen. És ezek a pártok akarnak újra hatalomra kerülni, és újra azt mondják, hogy majd mink most bebiztosítjuk a jólétet. De már volt rá esélyük sok, de nem biztosítottak be semmit, csak amit látjuk, a bírósági perek alapján el vannak ítélve azok, akik ezt a rendszert támogatták, vagy örültek, hogy ilyen rend, például ilyen Kocsner nevezetű ember, aki örült, vagy mindent megtett azért, hogy azt mert maradjon hatalmon, mert ilyen típusú embereknek megfelelt ez a politika. És ez a alapja, a szervezetbűnözés, politikával való kapcsolata, ez megszűnjön, ez az egyik dolog. A másik dolog meg a külpolitikai háttér, mert a Szlovákia, a szavazók döntsék el, hogy vagy nyugatra akarunk tartozni, vagy keletre. Mint zemepisznye, nem tudom mi az magyarul, geográf, földrajzilag, oda tartozunk nyugatra, de politikailag is oda tartozunk, mert az a világ az, aki előre viszi az egész, sajnálom magyarul sokszor nem tudom kimondani, a emberiséget. És van olyan fajta politika, aki szerint a Oroszország, a keleti, a diktatúra, a demokrácia ellenes mondatokat fejeznek ki most a kampányba, és hogy urobíme poriadok, rendet rakunk, meg kiűzzük a embereket,
meg himnussal fenyegetnek, hogy zastav meg ich bratia, vecov ni stratia. Ilyeneket mondanak, így valakit akarnak üldözni, valakit ki akarnak kergetni. Támogatják a agresszort, Oroszországot, az a jó, szerintük. És itt az a kérdés, hogy mit akarnak a szavazók. Vagy olyan fajta politikát, mint amit a progresszívne Szlovensko nyújt, nem kritizál, nem úgy akar előre, vagyis fölénybe keveredni, hogy mindenkit lealacsonyít, mindenkit lemocskol, van mocskos módszerek a politikai harcban. Nem használunk ilyeneket, hanem csak mondjuk, hogy mink a jövőt a fiataloknak, a unokáknak jövőbe messzire nézünk, és ennek most muszáj megtenni a alapokat, mert ha most nem lépjük meg, akkor már lehet, hogy később lesz, vagy már soha nem lehet ezt megtenni, mert már annyira elfajulnak a dolgok, hogy már késő lesz. Kedves nézőink, podcastunk vendége Jaroszláv Spišiak, a Progresszívne Szlovensko képviselőjelöltje volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, remélem, hogy érthető volt, mert a magyar beszéde most veszem észre, nem annyira bravúros. Szerintem semmi gond nem volt, még egyszer köszönöm.